Április 19-én, vagyis jövő hét hétfőn újra diákoktól lehet hangos a Kecskeméti Református Általános Iskola és a Református Gimnázium épülete. A gimnázium 21 osztályából négy térhet vissza a jelenléti oktatáshoz. A középiskolákban azonban csak május 10-től indulhat újra a személyes oktatás, így a Református Gimnáziumban úgynevezett hibrid felállás fog működni. Ez azt jelenti, hogy a hatosztályos gimnazisták közül a hetedikesek és a nyolcadikosok azok, akik április 19-én újra az iskola falai között tanulhatnak. A 9. osztálytól fölfelé járó gimnazisták pedig maradnak, a röviden úgy szoktuk ugye mondani, hogy online oktatásban. Ez számunkra azt jelenti, hogy négy osztály, két hetedik és két nyolcadik jelenik meg újra az iskolában. A tanárok tehát az órák nagy részét digitális oktatásban online tartják meg, az alsó évfolyamokhoz pedig bemennek az intézménybe. A biztonságos nyitáshoz egy sor, szigorú előírást kell betartania a gimnáziumnak, az iskolákba való belépéskor kötelező lesz a lázmérés és a kézfertőtlenítés, az oktatási és közös helyiségeket, az osztálytermi eszközöket és a sporteszközöket pedig naponta többször kell fertőtleníteni, valamint a diákoknak a tanórákon is hordaniuk kell az órodszájat eltakaró maszkokat. Az írásbeli érettségén is kötelező lesz a szájmaszk, azonban a dolgozatírás közben majd levehetik a tanulók. Az írásbelik azok ugye eddig is megvoltak, annyi, hogy most több tanterem kell, és ez azt jelenti, hogy több felügyelő tanár, hiszen kevesebb gyereket, kevesebb vizsgázót lehet leültetni egy tanterembe írni. Szóbeli vizsgák csak bizonyos tantárgyakból vannak, ezt a pénteken megjelent rendelet is alátámasztja. Az érettségizőknek tehát idén is csak írásban kell számot adni tudásukról, kivéve ha a tantárgynak csak szóbeli része van. Emellett azok is szóbelizhetnek, akiket felmentettek az írásbeli vizsgák alól. A Kecskeméti Református Gimnáziumban például hittan tantárgyból biztosan szóbelit kell tartani.